Mi vagyunk felség, és ön az. Itthon van. Végre. A római király első rohama. A magaslatokat támadja, ahogy én tettem Austerlitznél. Fájdalom, felség, Austerlitz már messze van. Seregeink megfutamodása... Nem megfutamodása, hátrálása. Valóban, felség, de embereink ezrei vannak még Oroszországban. Ön nélkül mit remélhetne? Franciaország ügyei hazaszólítottak. Murat hagytam a seregeim élén. Ismerem őt. Megmenti, amit lehet. Akik hazatérnek vele jó időre, otthonaikban maradhatnak. Talán örökre is. Meglepődtek? Pedig ez az igazság. Karácsonyra megajándékozom az egész francia népet, de mindenek előtt. Téged, barátném. Vége a háborúknak. Kihirdetem a világ békét. Bravo, bravo, bravo. 1813 tavasz. Számunkra látni, hogy Párizs népe napról napra jobban szereti az önök kedves császárnéját. Ez nem felel meg annak, amit ő ír a leveleiben. Nem? Talán a rá jellemző szerénység mondott vele mást. Excellencián is tudhatja, hogy egy asszonynak nem könnyű a világ előtt beismernie, hogy ellenállhatatlan. Nem mondhatnám, hogy az alázat a Habsburgház hercegnőinek főerényei közé tartozna. Egyetért velem? Megjegyezném, hogy Mária Luisa császárné egészen elfranciásodott. Mint Európa nagy része. Csak Franciaország francia, Monsieur de Caulaincourt. A többi ország csak erőszakkal francia. Mely állapot átmeneti. Jöjjön, Metternich! Hagyjuk a formaságokat. Ausztria nagykövete nálunk otthon van. Mindenek előtt mondja meg, hogy van a drága Ferenc papa. Ő felsége, Ausztria császára kitűnően érzi magát felség. És ön? Én? Jobban nem is lehetnék, amióta kiirdettem a világ békét. Jól sikerült, mondás, felség. Örülök, hogy tetszik. Csak úgy eszembe ötlet. Ez esetben nem tehet mást, mint hogy elfogadja Ferenc császár feltételeit, melyek közvetítésével engem megbízott. Feltételeit? Igen. A követeléseinket Franciaországgal szemben cserébe a békért, melyre oly hőn áhítozik. Tartok tőle, Metternich, hogy félreértett. Én nem áhítom a békét. Megteremtem. Mi több, kényszerítem. Félő, hogy Franciaország már nincs abban a helyzetben, hogy bárkire bármit is rákényszeríthetne, felség. Mindenki tudja, hogy csapatai nagy része Oroszországban oda veszett. Hogy merészeli parancsba adni nekem, hogy mondjak le európai hódításaimról, és szorítsam vissza hazámat régi határai közé? Hosszú éveken át, franciák ezrei. Hiába szenvedtek és haltak volna meg? Ön egy őrült. A császára is őrült. Azt képzelte, elfogadom ezt? Felséget szabad akaratából belátása szerint cselekszik. Még szerencse. Ám ha Franciaország nem hajlandó elfogadni az általunk javasolt feltételeket, Ausztria császára arra kényszerül, hogy hadat üzenjen Franciaországnak. Hogy Ausztria hadat üzenjen? Nekem? Ez lehetetlen, nagykövet úr. Elfelejti, hogy ki a feleségem? Jöjjön, hadd mutassak valamit.
alatt újjászerveztem a nagyságet. Íme az egyik új ezredem. Talán inkább az új játék katonái. Ezek gyerekek, felség. Ne becsülje alá ezeket a fiatalokat. Mária Luizáknak nevezik őket. A feleségem nevét kapták. Mert a császárné a béke letéteményese. Áll a neki a fiam erejében osztrák vércsörgedez, és ha a császára nekem hadat üzen a saját lányának és unokájának is. Megnyugtatom, hogy Ferenc császár nem felejtette el, hogy a lányát önhozott a francia császárnő. Ám kötelessége és vágya is egyetlen célt szolgálni saját népe érdekeit. Miért érdeke Ausztriának megtámadni engem? Az az igazság, hogy önöket manipulálják a poroszok, az oroszok és az angolok. Azt hittem, a békét szolgálom azáltal, hogy osztrák nőt vettem el. De megint csak visszaéltek a bizalmammal. Mindez nem csoda, hiszen a franciák a kezdetektől sejtették, hogy Mária Luisa egy második Mária Antoinette, aki csak kiábrándulást hoz. Azt hallottam, a nép már megkedvelte. Hazudtak önnek. Senki sem szereti. Senki, csak én. Vigye el a válaszomat az uralkodójának. Ha Ausztria hadat mer üzenni nekem, esküszöm, porigrombolom Bécset. Akkor ön elveszett, felség.